Köszöntöm nézőinket! Önök a minden hétköznap jelentkező Buda Kalász Ma hírmagazint látják. Következenek kiemelt híreink röviden. Szájmaszk, tanácsok a védőeszközök helyes használatához. Bölcsődei ügyelet, május 4-től újra kérhetik a szülők a felügyeletet. Maradj otthon, ha mégis útnak indulsz, túrázz okosan, figyelmeztet a túraszakértő. Kötelező egyre több területen a szájmaszk használata. Sajnos előfordul az is, hogy nem megfelelően viselik többen a védőeszközt, hamis biztonságérzetet keltve önmagunkban és másokban. A védőeszközök helyes használatához adott tanácsot a Szentendrei Egészségfejlesztési Iroda vezetője, Szabó Csilla. Tudjuk, hogy ajánlott a koronavírus járvány elleni védekezéshez a szájmaszk és a gumikesztyű használata, de tudjuk is őket helyesen alkalmazni. Számos tévhitet segített eloszlatni a térséget lefedő Szentendrei Egészségfejlesztési Iroda védőnője, Szabó Csilla. Az egyszer használatos maszkot, ugye, amikor már nem használjuk, azt mindenképp szemétbe le kell, vagy ki kell dobni. A többször használatos masznál megvan arra az esély, hogy ugye lehet tisztítani, főleg azokat, amelyek már 60 fokon moshatók, illetve vasalhatók. De azt mindenképp le kell szögeznem, hogy a maszkok elsősorban arra szolgálnak, hogy mi ne fertőzzük meg a környezetünket, mert főleg ez a sebészi maszk is, ami rajtam van, ez elsősorban a kiáramló levegőt szűri meg, és a levegőben található kórokozókat viszont visszafele már nem fogja szűrni. A helyes maszkfelvételt azt mindenképp meg kell előzze egy kézmosás, alapos, melegvizes, szappanos kézmosás, vagy hogyha erre nincs lehetőségünk, akkor kézfertőtlenítőnek a használata. Jó lenne, hogyha a maszkok felvételénél csak a maszk rögzítésére szolgáló gumiszalagot érintenénk, és magát a maszkot nem fognánk meg kézzel, mert ugye mindenképp ez szűri a levegőt, és hogyha szennyezett kézzel, vagy akár még tiszta kézzel is érintjük, ez növeli a fertőzésnek a kockázatát. Mossunk kezet, és indulás előtt tegyük fel a maszkot, amit nem szabad igazgatni, megfogni is csak a pántoknál. Ne tegyünk fel ékszert és órát, ha gumikesztyűt húzunk, mert könnyen kiszakíthatják a védőeszközt, javasolja a szakember. Ha gumikesztyű van rajtunk, és bevásárlóközpontban vagy bárhol járkálunk, illetve a kilincset megfogjuk, akkor a gumikesztyűs kézzel se igazgassuk a hajunkat, nyújkáljunk a szemünkhöz, órunkhoz, szánkhoz, mert ugyanúgy fertőző forrás lehet. A helyes felvétel, tehát a gumikesztyűnek a nyílását két ujjal egy összecsipentő mozdulattal megfogjuk, és a másik kezünket belecsúsztatjuk, és utána a gumikesztyűs kézzel ugyanezt a mozdulatsort végigcsinálva felhúzzuk a másik kezünkre is a gumikesztyűt, és amikor már mind a két kezünkön rajta van a gumikesztyű, akkor igazítsuk rá a kezünkre, hogy jól illeszkedjen. A gumikesztyű használatnál nagyon fontos, hogy megtaláljuk a megfelelő méretet, tehát az, ami a mi kezünkre pontosan passzol, mert hogyha túl nagy, túl bő a gumikesztyű, akkor ugye zavarja a biztonságos fogást, nem nyújt megfelelő komfortérzetet, állandóan igazgatjuk, ami ugye megint csak azzal járhat együtt, hogy megsérül a gumikesztyű, elszakadhat, és az is fertőző forrás. Fogjuk meg a kesztyű szélét a csuklónál, majd húzzuk le a kezünkről kifordítva a védőeszközt, amit javasolt zacskóba tenni és azonnal kidobni a kukába. Mindenképp a kézmosást részesítsük előnybe, ugye legalább 30 másodpercig meleg vízzel és szappannal, és jó alaposan, tehát a csuklótól lefele a kézfejnek külső, illetve belső felszínét is alaposan mossuk meg az ujjak között is. Hogyha erre valamilyen oknál fogva nincs lehetőség, akkor használhatók ezek az alkoholtartalmú, legalább 60% alkoholtartalmú gélek, sprék vagy törlőkendők. Ahogy hazaérkeztünk, nagyon fontos, hogy a cipőt, amiben kint jártunk, azt lehetőleg elkülönítsük a lakás egy részében, vagy hogyha van rá mód, akkor valamilyen fertőtlenítő folyadékkal a cipőnek a talpát tisztítsuk meg. Semmiképp se járkáljuk vele össze a lakást, mert ugye kórokozók lehetnek rajta. A ruha, amivel kint járkáltunk, jó lenne, hogyha azt le tudnánk venni, és ki tudjuk mosni. Általában 60 fokon ezek a
kórokozó koronavírus elpusztul, tehát ugye azt mindenképp mossuk ki. Maszk levételénél nagyon fontos, hogy tényleg csak a fül részét, tehát a pántját fogjuk meg, ugye, mert a belélegzett levegővel a kórokozók rátapadhatnak a maszkra, és ez is fertőző forrás. Dohányzás koronavírus idején és szájmaszk. Erről is kérdeztük a szakembert, valamint arról, hogy hamis biztonságérzetet kelt, ha nem megfelelően használjuk a maszkot vagy a kesztyűt. Következzen néhány tévhit is. Elég sok tévhit van az emberek körében szerintem, tehát ugye az az első, hogyha már gumikesztyűt és maszkot használ valaki, akkor ő már úgy érzi, hogy teljesen védve van a koronavírussal szemben, illetve egyéb más kórokozókkal szemben is. Tehát ugye ez nem igaz. Egyrészt azért, mert ugye a belélegzett levegőt ezek nagy része nem szűri meg, másrészt pedig nagyon sokan ugyanazt a maszkot akár több napon keresztül is használják, anélkül, hogy tisztítanák, vagy ugye cserélnék. Gumikesztyű használat közben nagyon sokszor látható az is, hogy már a szennyezett gumikesztyűvel nyúlkál az arcához, illetve a maszkhoz, a fejéhez, és ugye ez is fertőző forrás. Kínában ugye, ahonnan indult ez az egész járvány, ott a férfiaknak körülbelül 4-5-szöröse dohányzik a nőkhöz képest, és megfigyelték, hogy a férfiak körében sokkal gyakoribb a koronavírus fertőzés. És ez a világ többi országában is megfigyelhető, hogy valamilyen oknál fogva a férfiakat ez jobban érinti, mint a nőket, tehát többen betegszenek meg, és ezt a dohányzással hozták összefüggésbe. Ugye a dohányzásnak a nem kívánatos hatásai az egész szervrendszert károsíthatják, de itt elsősorban a tüdő, illetve a légzőszervrendszer az, ami jobban ki van téve a megbetegedésnek, és bizony nagy jelentősége van annak, hogy valaki dohányzik. Másrészt pedig ugye a dohányzás az immunrendszerünket is csökkenti, kedvezőtlenül befolyásolja, és ezáltal védtelenebbé válunk a vírussal szemben. Nagyon fontos, igen, már én is láttam olyat, hogy valaki rá akar gyújtani, és akkor csak annyit csinál, hogy a maszkot lehúzza az álla alá, elszívja a cigitést, és visszahúzza. Na hát itt már, hogyha esetleg olyan helyen volt, már simán meg is fertőződhetett, mert hogy ez nagyon nem helyes. Tehát, hogyha most valaki tényleg mindenáron dohányozni akar, akkor a maszkot úgy, ahogy elmondtam az elején, a két gumiszalagnál fogva vegye le, szívja el a cigarettáját, lehetőleg tiszta kézzel, és akkor utána pedig egy másik tiszta maszkot vegyen vissza. Nehéz időszak ez az allergiásoknak is, hiszen számos tünet nehezíti betegségüket, amik most tavasszal a legerősebbek. Az allergia ugye eleve is krónikus betegségnek számít, jobban meg van duzzadva ilyenkor a nyálkahártya, könnyebben megtelepednek rajta a különböző kórokozók, ezért nagyon fontos, hogy az allergiások, akik tudják magukról, hogy nem sokára tünetekkel fognak rendelkezni, mindenképp kezdjék el időben szedni a gyógyszereiket, hogy a nagyon intenzív tüneteket megelőzze. Maradjanak otthon és tartsák be a korlátozásokat és a higiénés szabályokat mindannyiunk egészségének megőrzése érdekében. Ismét lesz bölcsődei óvodai ügyelet május 4-től Budakalászon a vonatkozó rendelet értelmében. Erről az intézmények levélben tájékoztatták a családokat. Az óvodák bölcsődék látogatását azonban feltételekhez kötik. A szülőknek nyilatkozniuk kell arról, hogy gyermekük egészséges, de orvosi igazolást nem kell beszerezniük. Továbbá 2 nappal a bölcsőde vagy óvoda tervezett megkezdése előtt értesíteniük kell az adott intézményt. Az épületeket folyamatosan a járványügyi előírásoknak megfelelően fertőtlenítik a szakemberek. A nevelők és a dolgozók pedig szájmaszkot viselnek, és betartják az előírásokat. Ugyanakkor az intézmények felhívják a figyelmet a bölcsődei és óvodai nevelés sajátosságaiból adódó fokozott fertőzés veszélyre. A kisgyermekeknél még kis létszámú csoport szervezésnél sem tartható folyamatosan a személyek között ajánlott 1,5-2 méteres távolság, és a higiénés szokások is sokfélék lehetnek, kortól, fejlettségtől függően. Emellett a gyermekek minimum napi 4 óvodai dolgozóval kerülnek több órán át tartó közeli kapcsolatba. A családoknak tehát érdemes mérlegelniük, hogy igénybe veszik-e a gyermekfelügyeletet. Maradj otthon helyett,
Túráz okosan. Ez a túra függő túrablog üzenete, amivel szeretné felhívni a figyelmet a biztonságos túrázásra a járvány idején. Maradj otthon, hangzik március óta a felhívás, amely több-kevesebb sikerrel meg is valósult az ország egész területén. De mi a helyzet akkor, ha mégsem marad otthon az ember? Ha természetbe vágyik a bezártság miatt, ha szeretne tenni egy hosszú sétát az erdőben, feltöltődne a természetben. Erről kérdeztük Tolnai Balást, a túra függő túrablog alapítóját, vezetőjét. Mindenki ezt mondja, hogy maradj otthon, és nyilván tenni is kell azért, hogy ez a járvány ne terjedjen. Az első időszakban én is próbáltam így cselekedni, és a túrafüggőn keresztül is felhívtuk a figyelmet arra, hogy mindenki, ha teheti, maradjon otthon. Azonban az utóbbi időben, látva azt, hogy a járvány terjedésének a görbéje is csökkent, tehát szerencsére nincsenek olyan magas esetszámok, mint mondjuk külföldön. Én ezt a maradj otthon szlogánt a túráz okosanra cseréltem le, ami azt akarja, hogy próbálok olyan ösvényeket keresni, és javasolni a többiek felé is, amik ritkábban jártak, ahol nem verődik össze sok ember, így a fertőzés terjedésének a veszélyt is megpróbáljuk ugye kizárni. Tolnai Balázs külön kiemelte, hogy ez természetesen nem azt jelenti, hogy mindenkit arra biztatna, hogy tömegesen járja az erdőt. Inkább arról van szó, hogy hogyha már valaki útnak indul, azt tegye okosan, elővigyázatosan, a szabályok betartásával. Amit mi betartunk, az mindenképpen az, hogy próbálunk ugye külön járművekkel érkezni a helyszínre. Például voltam a Börzsönybe tegnap is, oda az egyik ismerősöm az kerékpárral érkezett, én autóval érkeztem, és próbáltuk ugye a túra közben, a futás közben is tartani azt az 5-10 méter távolságot, amivel ugye ki tudjuk küszöbölni, hogyha esetleg mi bennünk rejlenének vírusra utaló jelek, ne adjuk át. Ugyanígy teszünk a túra bejárásokon is, ugye köztudott, hogy arra többen is elmegyünk, akár 3-4 fővel is. Itt is az egyháztartáson belül élők mennek egy autóval, és akik ugye máshol vannak azok, vagy máshol élnek, ők egy másikkal érkeznek meg, és a túra során is próbáljuk ezt a 2-3 méter távolságot megtartani. Nyilván ez kiadódik abból, hogyha egy emelkedő megy az ember lejtőn, vagy az ösvényeken szűkebben. Ez a Pilisben rengeteg olyan ösvény van, amik ilyen single track-ek, tehát ilyen egyösvényesek. Azokon biztos, hogy szét fogunk annyira szakadni, hogy ne tudjuk egymást megfertőzni. Amit érdemes még elkerülni az, hogy nem most legyen az, amikor összeállunk egy olyan közös képre, ahol tényleg egymáshoz közel helyezkedünk el. A túrafüggő túrablog vezetőjét a túrázható alternatív helyszínekről is kérdeztük. Itt a környéken maradva ugye le van zárva Visegrád, Pilisszent László, Szentkereszt, szinte minden. Szerencsére rengeteg a természeti kincs, rengeteg olyan hely van, ami nincsen még lezárva és felkereshető. Például ugye említettem Pilisszántót, a parkolóban meg lehet állni, és onnan a Pilis tető, a Pilis nyereg, esetleg a Feketekő irányába lehet túrázni, vagy Szentkereszt fölött, de még ugye a zöld sávon, tehát a Dömehalánánál visszafordulva, vissza lehet jönni Pilisszántóra és a Szántói nyergen keresztül. Innen egyébként Kesztőc irányába is el lehet menni, tehát elég nagy útvonalakat be lehet barangolni, azonban arra figyelni kell, hogy például Kesztőc még az országos kék túra szakaszt is zárja, vagy ha jól tudom, Piliscsév járt el még hasonlóan, hogy az erdei ősvényeket is lezárták. A túrablogon van egy szösszenet, amiben próbáltunk egy ilyen élő közvetítést összerakni, hogy hova semmiképp sem menjen az ember. Tolnai Balázs azt javasolja, hogy aki túrázni szeretne, mindenképpen nézzen utána annak, hogy az adott útvonal le van-e zárva. Ezt az adott település honlapján vagy Facebook oldalán lehet a legkönnyebben megtenni. Azért szerencsére a lehetőségeink nyitottak, tehát azzal együtt, hogy Visegrád le van zárva, aki akár hosszabb útvonalat be tud barangolni Szentendéről, simán el tud menni mondjuk Pilisszent László fölött, akár az Apátkúti völgybe, ugye Visegrádra. De nem is kell bemenni a településre, hogy szabálykövetőek legyünk. De ha a föntebbi útvonalon megyünk a Paprétről az országos kék túra útvonalán, akkor a Nagyvillánig egészen el tudunk jutni. Ott a konkrét zárásokat nem tudom, én ezeket a nagyon forgalmas helyeket elkerültem az utóbbi időben, de például a Borjúfőnél gyönyörűek a panoráma pontok. Vagy hogy még egyet említsek, bár ez egy eléggé frekventált hely, nekem mégis az észrevételem, én futni járok a Lajos forrás környékére, hogy ott nagyon-nagyon kevés ember van ahhoz képest, hogy mennyien jártak oda előtte. Tehát a vírus előtt tele volt a parkoló, most alig van ott egy-egy autó. Onnan a Tölgyikre,
a sikárosi rét, az Anna völgy vagy Dömörkapu bőven felkereshető, és itt a távolságok sem akkorák. Én dobogókört most kivételesen nem javaslom, hiszen ott a magát a település részt is lezárták. Ezzel az útravalóval fordul a túrázás szerelmeseihez Dolnai Balázs. Mindenképpen azt javaslom, hogy a forgalmas helyeket kerüljük el, tehát senkit sem arra szeretnék biztatni, hogy most induljon el és szálljuk meg az erdők különböző pontjait és tömegekbe verődjünk. Van egy olyan javaslatom is, bár talán ez testidegen az emberektől, hogy a hajnali órákba menjünk el kirándulni, de teljesen más a más a napsütés, mások a színek, máshogy néz ki az erdő, de az erdei hangok is, tehát a madárcsicsergés is, minden lesz más. Tegnap volt szerencsém ezt kipróbálni a Bőzsönybe, senkivel nem találkoztam. De érdemes egy kicsit kiesni abból a komfortzónából, hogy elmegyünk egy ebéd utáni túrára, ezzel is meg tudjuk akadályozni azt, hogy ugye sok ember egy helyen, egy időben megjelenjen. Tehát nem kell lemondani a természetről a karantén idején sem, de a fokozott elővigyázatosság nagyon fontos. Maradjanak otthon, vagy ha már elindulnak, túrázzanak okosan. Az önkormányzatok nagy valószínűséggel május 1-i hosszú hétvégére is megkapják a jogot arra, hogy saját hatáskörben döntsenek a korlátozásokról. Emiatt a város vezetése a hét elején konstruktív párbeszédbe kezdett a Magyar Kerékpáros Klub vezetőivel, annak érdekében, hogy megnyugtató és mindenki számára elfogadható szabályozás születhessen. Budakalászon eddig két fő szempontot, a kockázati szintet és a betarthatóságot tartották szem előtt a szigorításoknál. Nem cél a szükségtelen korlátozás bevezetése, de az önkormányzat minden budakalásziért felelősséget kell, hogy vállaljon, írta a budakalász.hu. Az önkormányzat azt reméli, hogy a Magyar Kerékpáros Klub szakmai segítségével összhangban, az országos tendenciával, a május 1-ihez kapcsolódó hosszú hétvégére már enyhébb és mindenki számára elfogadható szabályozást tudnak kialakítani. Végül a várható időjárásról. Csütörtökön már kevesebb helyen, leginkább keleten, északkeleten fordulhat elő elszórtan zápor, zivatar. Nyugaton sok napsütésre lehet számítani. Élénk nyugati, délnyugati légmozgás várható. Délután 19-24 fokig emelkedik a hőmérséklet. Adásunk végén következenek legfontosabb híreink még egyszer. A vonatkozó rendelet értelmében 2020. május 4-től Budakalászon is ismét minden egészséges gyermek számára kérheti a szülő az óvodai és bölcsődei ügyeletet. Maradj otthon helyett, túrázz okosan! Ez a túra függő túrablog üzenete, amivel szeretném felhívni a figyelmet a biztonságos túrázásra a járvány idején. Kötelező egyre több területen a szájmaszk használata. Sajnos előfordul az is, hogy nem megfelelően viselik többen a védőeszközt, hamis biztonságérzetet keltve önmagukban és másokban. Ez volt mai hírmagazinunk a Budakalász ma. Híradóval legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Nézzenek minket, mert most kezdődik Köztér című magazinműsorunk. Maradjanak otthon mindannyiunk egészsége érdekében. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket a kijárási korlátozás idején is weboldalunkon, a szentendre.media.hu/tv-budakalászon. A közösségi oldalakon is elérhetőek vagyunk, csatlakozzanak hozzánk ott is. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!